fogok rátérni az előadás során, hogy miért van az, hogy a barantában résztvevő számára is, tehát hogy csinálják, művelik ezt a barantát, és nem tegnap óta, hanem évek óta ezzel foglalkoznak, mégis mindenkinek más jelent. Ennek kettő soka van, mindenki más tartalommal tölti meg, más talál fontosnak. Ez a két ok, ez pedig majd nem sokára következik. Igazából gondolkoztam, hogy a leges legelején mi az, amit meg tudnék mutatni. Mert mondták, hogy itt nagyon kevés a négyzetméter, ez az előadás nem arról fog szólni, hogy idejünk és kartére hányjuk egymást, hanem hogy itt nagyon kevés négyzetméter van. Mégis úgy gondoltam, hogy valamit meg szeretnék mutatni, már így előjáróban is, a sok beszéden kívül, és elhoztam, tulajdonképpen kettő eszközt hozhattam volna magammal. Hozhattam volna egy botot, azt inkább nem hoztam, gondoltam, hogy azt aztán már végképp nem kell bemutatni, hoztam egy karikásostort. Igazából azt gondolom, ez sem azért kell bemutatni, mert még van olyan, aki nem látott karikásostort, hanem igazából azért hoztam el, mert tulajdonképpen most ezt a karikásostort de letenném az asztalra, és én szépen hazaballagnék, és azt mondanám, hogy ami a karikásostorról eszünkbe jut, így beszélgessek egymás között, na, az mindig az a barantára is. Aztán elgondolkoztam, hogy lehet, hogy egy ilyen nyitány után esetleg kétségek között maradnának, hogy a barant a bőrből készült, hangsebesség fölött megy, és fél évente nem állt jól bekenti fagyúval, de ezek talán tényleg nem biztos, hogy igazak a barantára. Mégis a barantásoknak a két legkedvesebb eszköze a bot és a karikásostor, mert ez az, ami minket a lehető legjobban jellemez. Ha a karikásostorról elkezdek beszélni, akkor tulajdonképpen a barantáról beszélek, vagy ha a barantáról kezdek el beszélni, tulajdonképpen a karikásostorról beszélek. Miért is? A barantának az a megfogalmazása hivatalosan jelezte, hogy hagyományos magyar harcművésze. Ebben benne van minden, amit tulajdonképpen tudni kell és tudni érdemes, így elsőre. Már ha elkezdjük szétbontogatni ezt, hogy hagyományos magyar és harcművésze, akkor ott akadunk el, hogy hagyományos. Nagyon sokan szokták ezt mondani a barantára, szerencsére barantások már egyre kevésbé, de olyanok, akik csak hallotta, tudják, hogy mi az, hogy ősi magyar harcművész. Aztán nagyon sokan, akik így nem barátai sem a barantának, sem pedig azoknak a dolgoknak, aminek a szellemiségét a baranta is hivatott képviselni, ezzel szokták rögtön megtámadni a barantát, hogy mitől lenne ősi. Ez semmi ősi nincsen benne. És azt kell, hogy mondjam, hogy igazuk is van részben. De igazándiból valamennyire igazuk van. Az, hogy hagyományos, hogy nekünk rögtön egy asszociáció elindul a fejünkbe, és így eljutunk fejbe odáig, amikor így bübörögnek így a lovak alatt, így a nagy sztyeppék. Ez igaz, de attól még valami, ami hagyományos, az nem ősi. Ez a karikásostor, ez kérem szépen hagyományos. Ezt egy karikásostor készítő ember készíti, ugyanúgy néz ki, mint évszázadokkal ezelőtt, ugyanarra tudjuk használni ma is, mint évszázadokkal ezelőtt, tehát nincs benne wifi. Nem tudok rajta semmit sem megrendelni, és nem tudom lehalkítani, hogy halkabban durrogjon. Ugyanazokból az anyagokból készül, mint évszázadokkal ezelőtt, ez legalábbis. Aztán van olyan, aki egy kicsit így szoktam már így javítgatni, hogy a derekát azt esetleg mondjuk egy kis rafia helyett válaszsinóra javítja meg, ez tény és való. Ebben éppensége pont ilyen nincsen. Tehát ez az ostor, ez az eszköz, ez változatlanul maradt fent az évszázadok során, és nekem ma itt 2012-ben nagyjából egy ugyanolyan ostorom van, mint amilyen volt évszázadokkal ezelőtt valamelyik ütőpapámnak. Lehet azt mondani, hogy persze, hogy a bőrt akkor még nem így készítették ki, nem ezekkel az eljárásokkal, erre majd megint egy másik ponton kérnék vissza, hogy ez miért érdekes. Valójában ez az ostor tulajdonképpen tényleg változatlan formájában maradt fent. Ez az első tulajdonsága. Tehát odáig valahogy eljutottunk, hogy hagyományos. Én semmi ősi tudásnak birtokosa nem vagyok, viszont minden, amit most barantás tudásként birtokolok, azt ráhagyták. Nem én találtam fel, meg nem is a szomszédom, hanem az valahonnan ránk maradt. Illetőleg egy jelentős része ránk maradt, egy jelentős részében óriási kézzagok mutatkoznak. Ez majd szintén a baranta története kapcsán elő fog kerülni ez a kérdőkör. Ha azt mondom, hogy meg lehet, igen, persze. Csak jelölő. Igen, de körbe is elmondtam adni, venni. Aztán azt mondom, hogy azért is jellemző reánk ez az ostor, mert mi mindenre lehet használni egy ostort.
Egy ostort lehet használni alapvetően munkára, eredetileg arra találták ki. Ez egy munkaeszköz, egy pásztor embernek a munkaszerszáma volt. Aztán ez a pásztor ember azért csak csinált vele más egyéb dolgokat is, és hogyha képzelni szedem ezeket a másik dolgokat, hát akkor menjünk először a köznapi és csúnyább dolgok felé, hogy azért ezzel nagyon nagyot oda lehet jutni valakinek. Ezt a tulajdonságát ki is használták, tehát kiválóan alkalmazták ezt fegyverként, ezt az eszközt, vagy kisebb ilyen csátabéli csatapaték rendezésére, de bizony az eszköz, ez hadrendben is volt állítva, tehát ezt fegyverként bizony használták. Elég komoly eszköz, ha azt veszük, hogy a hangsebesség fölé lépő övedékek, azok így mikor következnek a modern civilizált hadviselésben, az ősudara 400 évvel ezelőtt is hangsebesség fölött ment, tehát ha valamit rákötök és az úgy megtalálja az illetőt, akkor ugyanazt az űrméret alatti lövedéknek a produkcióját tudom produkálni a becsapódáskor, mint amit most egy hangsebesség fölött haladunk karabélőszer, illetve karabél lövedék tud produkálni. Éppen ezért használták vadászatra, aki most ebben nem ugrok, nagyon technikai részébe belőle, hogy igyekszem majd ezeket az ilyen nagyon technikális dolgokat kikerülni az előadásom, hogy ne erről szóljon a dolog, de bizony az a mezőink, amelyiket nyerekről ezt tartom csapták vele, az nem nagyon ment utána már sehova. Éppen ezért ezt ki is használták, tehát az ilyen betaviszniálható apró jószágnak az elejtésére is kiválóan alkalmas. Számtalan játékra ugyancsak alkalmas, és talán egyetlen egy dologgal tud többet a bot, az az egyetlen, amit az ostor nem tud, hogy ostoros táncunk az nem marad fönn, míg a bot adott esetben kiválóan alkalmas arra is, hogy táncoljunk vele. És akkor azt mondom, hogy ezt visszavetítjük arra, hogy mit is szeretne tulajdonképpen egy barantás megtanulni, továbbvinni, megélni és kifejezni, akkor azt mondom, hogy mindezeket ugyanígy egyszerre. Ahogy mi tanuljuk és amit mi tanulunk, annak elválaszthatatlan része az, hogy ismerni kell hozzá azt a kétkezi paraszt munkát, ahonnan az eszközeink döntő része származik. Nem fog tudni az hatékonyan bánni fegyverként sem az ostorral, sem a bottal, aki nem tudja ezt szerszámélként megfogni és munkaeszközként kezelni. Nem lehet sajnálatos módon, ez nagyon sok fiatalnak elszokta már rögtön a legelején menni a lelkesedését, nem lehet sajnos egyben ilyen harcos képzőbei belecsöppenni és azt mondani, hogy hú, hát akkor én csak harcolni fog tanulni. Bizony, nálunk hozzátartozik kétkezi kőkemény munkának és a megtanulásának, akinek még nem törte föl munka közben a bot a tenyerét, annak ne törje föl a karmarkolat se a tenyerét. Az, aki nem képes eltalálni egy kapával, hogy hova kell vágni, helyette kikapálja az értékes jó kukoricát, egyrészt nem fogják megdicsérni, másrészt abban a pillanatban, hogy a társait fogja ilyen pontossággal ütni, az ilyen súlyos balesetekhez vezet, amikor már fegyvert használunk, azok nem gyerekjátékok. Tehát amikor édes fegyvert használunk, akkor annak súlya van, annak sebessége van, azzal a melléütők, akkor azt vissza kell varni, ha visszatudják. Előtte meg kell találni erre a homokban. Tehát erre azt mondom, hogy aki nem tud pontosan kaszálni, nem tud pontosan kapálni, nem jár pontosan a kezében a bot, az Isten ments, hogy fegyvert vegyen a kezébe, mert ön és közveszélyes, és ebben az ön is benne van. Ezt majd megint egy más helyen szeretném megemlíteni, érdekes módon azoknak a gyerekeknek ez sosem okozott problémát, akik kisgyerekkoruk óta a munkába bele voltak kényszerítve, mert nem volt más választásuk. Kellett menni egészen apró koruktól kezdve dolgozni. Nekik nem mondták, hogy kisfiam, tedd le azt a kapát, mert levágod bele a lábfejedet, meg kiszúrod a nyelével a szemedet, hanem egészen pici gyerek kora volt, a hozzá volt szok, hogy eszközt forgat a kezébe. Amikor hozzám érkeznek újak, tanulók, kezdők, a legnagyobb probléma sosem azzal van, hogy ő nem elég erős, vagy nem elég rugalmas, hanem az, hogy nincsen olyan kéz-szem koordinációja, ami az eszköz használathoz való. Mert kicsi gyerek korától kezdve ezeket az eszközöket szándékosan kivették a kezéből, neheted le, levered, kiszúrod, kezdődöd, vidd is lesz, pup lesz a fejeden, oszt akkor mi van? Hozzuk a tortalapát, ezt lenyújjuk. De megtanult volna bottal bánni. Tehát a maga módján azt mondom, hogy sok esetben persze vannak nagyon ügyes képzett, meg jó technikával, alaptechnikával, meg alapmozgáskultúrával rendelkező küzdősportból érkező, más távolkeleti küzdősportból érkező tanulók nálunk, de erre szoktam így ilyen kicsit viccesen, meg kicsit lesarkítva mondani, hogy még egy teniszezővel is többre megyek,
mint olyan, akinek az életben semmi nem járt a kezében. Ő legalább tudja, hogy mit jelent az, hogy van 80-90 centis bot a kezében, és azzal el kell tudnia találni egy mozgó célpontot. Már ennyiben is előbb jár, mint sok olyan mai gyerek, aki ehhez hasonlót sem csinált az életében. Sosem métázott, hát aztán vigyézni meg pláne nem engedték, hogy az maga az életveszély, tehát az biztos, hogy nem lehet. Úgyhogy igazából nekünk sokszor fiataloknál, tamaszoknál, meg felnőtteknél kell ilyen évtizedes lemaradásokat behozni ebben a témakörben. Visszakanyodva az ostorhoz, azt mondjuk, hogy ezzel már lehet dolgozni, lehet harcolni. Lehet vele szórakozni, lehet vele játszani, ez amit mondom, hogy a bot talán ügyben többet tud, hogy az, amíg táncolni is jó ízű. Lehet ostoros táncolni, én legalábbis nem tudok, én még sosem láttam, hogy magyar ostoros tánc lemaradt volna. Megmondom őszintén, ismerve az ostort, nem is biztos, hogy szívesen kipróbálnám, hogy ott ilyen egy-két ostort forgatva én azokat neki álljak táncolni. Ettől függetlenül, aki már esetleg látott ilyet, van egy-két fiú leim nálunk, aki elképesztő dolgokat tud megcsinálni az ostorral, és félelmetes sebességbe és irányokba tudja forgatni, de ezek mind játékok. Természetesen senki nem gondolja komolyan, hogy valahol volt olyan pásztor, aki mind a két kezében 3-3 ostorot fogott és úgy csergetett. Ez már a játék, ez már a virtus, ez már a kivagyiság. De ez olyannyira igaz, hogy az egyik nagyon kedves barátunk, a felvidéki barantásoknak a vezetője, Kopecsni Gábor volt, az, aki a legkomolyabb gyűjtést végezte eleddig a karikás ostor témájában, neki erről egy külön könyve is megjelent. Ő például talált egy olyan játékot, aminek az a neve, hogy zúgatás, amikor a sudárba belekötnek egy kavicsot, és hát mint a, parítjahoz hasonlott a serben, ki kell tudni csapni a kavicsot, és célba kell tudni vele dobni. Hát hihetetlenül nehéz, mert nem erre találták ki az ostort. Természetesen nem barantázóktól, természetesen megszületett már régen a farkasokat, amikor a nyájat és akkor úgy a homlokon dobták. Nem, sajnos le kell mindenkinek az ilyen jellegű lelkesedését lohasszam. Nem, ezt senki meg ne próbálja, farkasokkal pláne ne próbálja, mert a medvét meg lehet, hogy még jobban felbusszantaná vele, és arról tudjuk, hogy nem játék. Ez egy játék volt, ezt úgy adta át ez a bácsi, az az adatközlő, hogy ez a zúgatás, ez egy játék volt. Mit lehetne csinálni a hihetetlen unalmas órákkal, kinézni egy fatuskót, és kihányszor tudja eltalálni ezzel a kavicssal. Természetesen ez olyan formájú kavics is kell, nem lehet akármilyen eldobni, mint amit a gyerekkorunkban kacsáztunk. De lényeg a lényeg, hogy ez játékra, szórakozásra ugyanígy jó. Ha visszautalok a barantára, akkor egyrészt egy komoly munka, másrészt harci tartalmakat jelenít meg, harmadrészt egy játék. Egy játék, egy virtus, egy erőpróba. Ugyanaz a játék kell megvalósuljon benne, mint bármelyik sportban. Senki ne gondolja komolyan, hogy ha eljön hozzánk, akkor arra fogják felkészíteni, hogy íjjal és szabjával hogyan fog majd bárkit bárhol megrohamozni. Nem fog megrohamozni, ezek az idők sajnálatos módon sokkal tisztességesebb és kultúráltabb háborúk voltak, kimentek mindenki oda a mezőre, fősorkoztak egymást, a szemben című lakosság békességben utána a város, a békére volt hagyva, azt kilerendezték ezek a tartozós fiúk egymás között a nézeteltérést, ezek az idők sajnálatos módon elmúltak. Nem arról szól a dolog, hogy ennek bármilyen úgymond gyakorlati haszna lenne, mégis egy erőpróba, egy nagyon komoly erőpróba. Ezeket a fegyvereket, ezeket az eszközöket életvitelszerűen, életmódszerűen használni, forgatni rettenetesen nehéz. Az én csapatomban, ezt én úgy tudom, hogy ezt rajtunk kívül talán senki, vagy nem sokan csinálják a Varanta verseny belül sem, nálunk vannak olyan túrák, lovas és gyalogos túrák egyaránt, amit kutya kötelező a felszerelésében végig gyakorolnia. Hogy azt az eszköz, azt tudja, szokja, vigye, lépjen, járjon a balcsizmába, nem 5 percet, nem egy néptánc bemutatót, nem kiveszük a csomagtartóból a bemutatóra, felhozzuk a csizmát, kardozunk egyet, visszatesszük a csomagtartóba, nem. Mit jelent 2-3-4 napot, 40-80 kilométer csizmában, osztóban, páncélban, fegyverben, nyeregben és gyalog. Akkor talán egy kicsit úgy elkezdjük megérteni azt, hogy nem tudom hányan vannak önök között például lovas emberek, akik talán még most is vagy valahol lovas emberek voltak. Hadik Andrásnak azt az ominózus lovas teljesítményét én egyszerűen elképzelni nem tudom lovasként. Én régóta lovagolok, lassan 2 évtizede. Nem tudom, hogy mi lenne az az erő, ami engem itt rá tudnak kényszeríteni, hogy ezt kibírjam. Azt a távolt, azt a kilométer mennyiséget naponta. Meg nem egy hamar találnék hozzá lovat sem, így amelyik így nem omlana összeoktattam a harmadik napon.
Tehát igazániból ekkor kezdi az ember azt megérteni, megérezni, hogy, hogy valóban mit tudtak ezek az emberek, akik ezeket a fegyvereket életmódszerűen hordták, viselték és használták. És akkor legeslegutoljára bezárva ezt a többes gondolatkört, van az ostornak egy lelki tartalma, egy szakrális tartalma, sok olyan ostorcsapás van, az ostormenetben is ezt próbáljuk megjeleníteni, ami a harang, a tűzijáték és a ma egyéb használatos dolgok kiváltására szolgál. Tehát sok helyen használták harang helyett, kikísérni a holtat az utolsó útjára. A karácsony burrogatás az tulajdonképpen a mai petárdázásnak olyan szinten tökéletes megfelelő, hogy még a célja is ugyanaz volt. Tehát a zajkertéssel, az ápó, gonosz dolgoknak távoltartása, elűzése, és akkor karácsony után legények mentek és dúrogatták végig a falut, és annak a hasonló a 28-as nevezetű csapáshoz, az a fajta csapáshoz nevezett karácsony dúrogatás, innen ő vízte meg a nevét. Tehát van egyfajta lelki tartalma. Ha ezt megint visszavetítem a barantára, akkor igazándiból nagyon sokszor össze szokták hasonlítani, hiszen mi máshoz hasonlítaná a mai kor embere, mint a Magyarországon leginkább ismert keleti küzdősportokhoz, hiszen az volt egy időben a legnépszerűbb évtizedeken keresztül, az egy uralkodó dolog volt, azzal azért mindenki találkozott, nagyjából tudja, hogy mi az akkor is, ha sohasem csinálta, és ezért óhatatlanul olyanok, akik ezzel kapcsolatban kérdeznek, gondolkoznak, kérdéseket tesznek fel, mindig hozzáhasonlítanak minket ez a keleti küzdősportokhoz. Akkor azt mondom, hogy nem szeretem így nevezni, majd később elmondom, hogy meg is fogják talán látni, hogy miért nem szeretem én ezt, de azt mondom, hogy akkor elérkezünk a baromba filozófiájához, hogy itt rendes harcművészet legyen neki filozófiai tartalma is, hiszen a keleti harcművészetek is tartalmaznak egy bizonyos filozófiai részt, egy valamilyen szellemi háttérre épülnek. Hát ezen a nagyon csúnya szóval élek, akkor azt mondom, hogy ez a baromba filozófiai tartalma, hogy a barantának, a barantát művelő embereknek ugyanúgy lelki tartalmakkal is tisztában kell lennie, azokat a lelki tartalmakat is művelnie kell. Tehát ha azt mondom, hogy a karikásostor ezt egymagában mind-mind jelképezni tudja, akkor azt mondom, hogy minden barantás egy kicsit karikásostor szeretne lenni, hogy ezeket a tartalmakat együttesen tudja felmutatni. És akkor most érkeztem el oda, hogy miért lehet sokszor és sokféleképpen és másképp beszélni a barantáról. Tehát most bárki más tartana helyettem itt előadást a barantáról, elképzelhető, hogy más dolgokat mondana, más dolgokat másképp mondana, más dolgokat emelne ki, mondana olyat, amit én sosem fogok, és nem értene egyet olyan dolgokkal, amit én fogok. Amit megpróbálok elmondani ez alatt az előadás alatt, annak egyik része fénykérdés. Tehát az nem vita tárgya, az úgy van és kész. De a baranta egy rendkívül összetett dolog, nagyon sok mindennel, és az előbb elmondottak szerint nagyon sokféle megközelítésből foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Éppen ezért elkerülhetetlen az, hogy minden egyes barantázó valami mást érezzen benne fontosnak. Valami más legyen az, ami neki előbbre való, mint a többi, és valami más az, hogy jó, persze, tudom, hogy ez is hozzátartozik, de ez engem kevésbé érdekel, kevésbé motivál, nem az ő szellemiségéhez, nem az ő jelleméhez való dolog. És az természetes, hogy a csapatvezetőnek a szellemisége, a vezetői tempója, az meglátszik azon a csapaton is, hiszen egyrészt azok a közösségek ma tudnak csak együtt maradni, akik ebben az értelemben egy húron bennülnek, tehát azonos gondolatvilágban gondolkoznak. De éppen ezért most tényleg ide sorakoztatnék 10 vagy 12 vagy 15 csapatvezetőt, valószínűleg egy jó pár dolgot másképp mondanánk el, meg más találnánk fontosnak. Én viszont azt mondom, hogy ez az egyik legeslegnagyszerűbb dolog a barantában. Én megjártam a keleti harcművészetek iskoláját is, sehonnan nem jöttem el rossz élménnyel, én nagyon örültem annak, amit ott tanultam, és a mai napig nagyon sok nap a hasznát is tudom látni, amiket ott tanultam, de igazániból ez a fajta sokrétű és szabad gondolkodásra ösztökélő szellemiség azon nem jellemző. Ott azért nagyon kemény kötött szabályok vannak, ott azt nem éri felülírni, amit évszázadokkal ezelőtt valaki ott lefektetett, akinek az arcképét illik az alapítómesterként tisztelni. Ott nem illik róla másképp gondolkodni. Ő valamit kijelentett, az tételként köteles mindenki elfogadni, akinek nem tetszik, az szedje össze a sátorfáját, és nem kötelező ezt a harcművészetet csinálni. És menjen át egy másikba, ami tetszik. Barantában ennél, hála Istennek, sokkal nagyobb a mozgástér, sokkal több rétű gondolkodást enged meg, és azt mondom, hogy ez az igazi hasznossága is, mert igazából ennyi mindenhez egy ember, hát sosem érte, valljuk meg.
Itt mindenkinek szabadlábú lévő polihisztornak kéne ahhoz lenni, hogy ez mindent a legmagasabb szinten művelje. Így igazándiból, ha ezt jól csináljuk majd, és ezt az idő azt fogja bizonyítani, hogy jól csináljuk-e egyáltalán, akkor ebből lesz egy olyan műhely, egy olyan szellemi műhely, ahol majd mindenki bele tudja rakni a kis morzsáját. Mindenki azt a kicsi apró vonalat fogja tudni benne a lehető leghatékonyabban vinni, ami az ő szívéhez, lelkéhez a lehető legközelebb áll, és amiben ő a legjobban meg tudja mutatni a saját önnön tehetségét. Természetesen, mint a féle arcművészet, már bekorlátozva az is, hogy itt milyen termet ráadott meg a Jóisten, viszont összetett harci tudásokról beszélünk, és ez minden barantázóra kötelező. Nálunk bizonyan 130 kilós medvéknek is kötelező ugyanannyit tudni futni, mint az ilyen gerinceknek, mint amit én vagyok, de nekünk sem van súlycsoport megállapítva a vétózásnál. Tekintettel arra, hogy a harctéren sincsenek súlycsoportok. Tehát nem úgy volt, hogy előtte így felállt mindenki bemérlegelt, utána csináltak két felfogó fotót, tartottak egy gyors sajtótájékoztatót, majd kimentek farkozni, hanem bizony, hát aki szembe jött, az szembe jött. Ha az kétszer akkora volt, mint én, akkor aznap nem volt túl jó napom. Ha valami aránylag kisebb és verhetőbb ember dobott nekem a jó szerencse, akkor lehet, hogy haza nem tudok vacsorázni aznap este is. Viszont ezt a fajta harcszerűségét a garantálnak mindenkinek kötelező szem előtt tartania. Így módon a versenyeinken, a vizsgáinkon nincsenek könnyítések, nincsenek súlycsoportkorlátozások, nincsenek távrövidítések, mindenkinek ugyanazt kell tudni letenni az asztalra, természetesen, hogy van, aki valamiben jobb, valamiben kevésbé jobb. És akkor bezárva legesleg ezt az egész karikásoskoros mondakört, azt tudom mondani, hogy hol van ilyen eszköz, bárhol a világon, mint a karikásostor. Ilyen karikás, hol van, mondjuk azt mondom, hogy dorom a világon, a magyarokon kívül? Mindenhol. Mikronézia, Polinézia legkisebb szigetein, igaz, hogy van, ahol fából van, van, ahol nádból, van, ahol bambuszból, van, ahol fényből, az valami miatt a világon mindenhol úgymond feltalálódott. Ez a dorom, ez mindenkinek nagyon tetszett. A karikásostor rajtunk kívül senki nem találta fel. Van postor rajtunk kívül is, valami hasonló, valami legkevésbé sem hasonló, ilyen, mint a magyar karikás postor rajtunk kívül a világon sehol se sincs. Hát akkor azt mondom, hogy ebben megint úgy hasonlítanánk, úgy szeretnénk hasonlítani ehhez a karikás postorhoz, hogy még egy ilyen gondolatvilágú harcművészet, azt gondolom, hogy talán a világon sehol máshol nincs, mint amilyen szellemiséget vagy gondolatvilágot hivatott a Baranta képviselni. Hogy mire is gondolok? Ha a Barantának a történetét szeretném bemutatni, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon új sütetű dolog. Ha egy kicsit ki akarom ezt a fogalomkört tágítani, hogy Baranta történet, akkor már annyira azért nem újdonsült, de ha azt mondom, hogy így, mint harcművészet, akkor bizony alig másfél, nagyon szűk két évtizedes múltja van. Eredetileg haditornaként kezdte a karrierjét, azaz egy jó néhány lelkesen belugondolt, hogy kardozni oltári jó mulatság. Minek nőjünk föl, nem kell az, 30-40-50 éves is rácsunk kardot, menjünk ki Visegrádra, menjünk egymás kardére, mert az jó mulatságnak tűnik. Aztán egy pár év után kezdett megfogalmazódni az igény, hogy azért most már nagyon sok mindent tudtunk, nagyon sok mindent tapasztaltunk, nagyon sok dolog összegyűlt, ezt kezdjük már el rendszerezni a fejünkben. És ahogy ez a rendszeres munka megindult, hát azt mondom, hogy innentől kezdve a Jóisten nem mentette meg attól ezt az egész dolgot, hogy valami hivatalos neve előbb-utóbb ne legyen neki, és valami hivatalos mederbe ne tereljék, de igazándiból ekkor szembesültek azok, akik ezt a legeslegkorábban elkezdték, sajnos most már a mai időszakban a Hukés Ferencen kívül már senki nem aktív abból a kezdeti haditorna szakosztályból, akiknek ezt az egészet köszönhetjük, akiknek bizony a verejtékes munkájuk fekszik a mai napig minden egyes karcsapásunk mögött. Ők már sajnos kiöregettek és letették a lantot, legalábbis ők így gondolták, hogy most már elég öregek ahhoz, hogy most már kartoznak mások. De igazándiból nagyon-nagyon sokat nekik köszönhetünk, az alapokat ők fektették le. Ekkor azonban, amikor elkezdték ezt a rendszerező munkát elvégezni, rájöttek, hogy igazándiból erre már volt egyszer egy törekvés, mégpedig a két világháború között akkori tisztjelöltek azt fundálták ki, hogy ez mekkora nagy ötlet lenne,
Igaz, hogy akkor még létezett test-test elleni küzdelem is, tehát ebből a szempontból is jelentősége volt, de igazából akkor sem ez volt a fő szempont. Nem ez volt a leglényegesebb, hogy most hogyan fogunk szabjával, meg másfélkezes karddal, vagy csatabárddal a fronton vívni, hanem azt mondták, hogy mennyire jó lenne ezt a fajta nagyon összetett mozgásanyagot, ezt a fajta eszközhasználatot, az ehhez szükséges összes koncentrációt és izomfejlesztő gyakorlatot katonáknak kiképzési célra használni. Hogy aki bizony fokossal tud vízni, aki bizony kostorral tud cselekedni, tud két kézzel két különböző irányba botot forgatni, annak nem igaz, hogy gondolok, az azt, hogy talán kezébe adunk egy szuronyos puskát, és azzal megmutatunk négyféle szúrás, meg kétfajta ütést a puskatussal. És azt mondták, hogy ez egy óriási kincses bánya, kezdjük el kiképzési anyagként, kifejezetten a magyar katonák számára ezt összeszedni. Volt benne egy óriási nagy ötlet, azon kívül a praktikus gyakorlati vonatkozása mellett, hogy igazándiból nagyon sok helyről hiányolják, az oktatástól kezdve nagyon-nagyon sok helyről, hogy a magyar embernek van egy saját szellemisége. Senki nem úgy működik valami miatt, mint ahogy mi magyarok működünk. Mi valahogy mindig egy kicsit másképp működünk, de éppen ezért, ha valamit a mi szájízünk szerintire tudjuk megszerkeszteni, ha mi fűszereink vannak benne, akkor az mindjárt nekünk kezünkre való, szájízünk szerint van, és sokkal szívesebben fogadjuk, könnyebben tanuljuk. Tehát igazándiból biztos nagyon hatékony képzési módszereket találhattak ki a katonáknak a németek, az oroszok és az amerikaiak. Ez biztos nagyon kiválóan működik német, orosz és amerikai katonák esetén. Hát a magyar katonáknál ez már biztos, hogy nem működött olyan egyszerűen, mint ahogy sok más ilyen külföldre átvett dolog, valami miatt nálunk így nem nagyon akar működni. Tehát én azt mondom, hogy ez volt egy óriási nagy felismerésű, hogy ha viszont az a parasztember, az a végvári katona évszázadokon keresztül magáinak valónak érezte ezt a mozgásanyagot, az a mozgásanyag maradt fenn, amit mi tényleg jónak tartottuk is, ami valószínűleg nem volt jó, nem volt hatékony, az elveszett, elkopott, lemorzsolódott, nem letisztult már erről az anyagról. Hát ez mennyivel hatékonyabb ezzel képezni saját magunkat, mint valami külföldi mintát megpróbálva átírni, azt egy kicsit így a magunk specialitásaihoz így hozzáigazítani. Aztán sajnos többre szólt a történelem, ezek a tisztjelöltek sajnos egyik sem érte meg a háborúnak a befejezését, és ezzel sajátos módon a munkájuk is félbe szakadt. Sokáig ezzel senki nem foglalkozott, foglalkozhatott, vagy nem is foglalkozhatott volna, vagy nem is akart foglalkozni. Aztán elérkeztünk a 70-80-as évekbe, amit már említettem, betörtek a távol-keleti küzdősportok, fiatalok tömkerege ment el, hiszen volt rá igény, szerették volna ezt csinálni. Addig ugye nagyon sok boxolót és nagyon sok jó birkózót adtunk a versenysportnak és a világnak. Óriási népszerűségre tettek szert ezek a távol-keleti harcművészetek is, szívesen mentek a fiatalok, de igen sokáig kellett ahhoz várni, hogy ez újra előkerüljön onnan a könyvtár mélyéről, újra valaki ennek megüljön, és elkezdje ezeket a tudásanyagokat rendszerezni. Igen ám, csak itt elérkeztünk egy óriási nagy bökkenőhöz, mégpedig ha visszamondunk egy kicsit a karikásos korra, vagy egyáltalán csak belegondolunk a történelmünkbe. Azok a harcművészetek, amik ma is léteznek, most nem beszélek az ilyen legújabb, modernkori, kitalált, újonnan alapított ágazatokból, tehát ha maradjunk a hagyományos harcművészetek körénél, azoknak az alapja javarészt, persze már ott a kung fu környéken és egyébben nem teljesen igaz, de javarészt valóban katonák számára készült, olyan emberek tanulták, olyan emberek művelték, akik hivatásszerűen katonáskodással foglalkoztak. Ilyen viszont nálunk, hát nem azt mondom, hogy egyáltalán nem volt, de nagyon szűken vett értelemben volt. Tehát nálunk az a fajta úgymond kiváltságos katonai kaszt, ami mondjuk eszünkbe jutott a szamurájokról, egy szamuráj az életében nem ment kikapálni. Hát az aztán a világ végre volna, hogy őt kizavarják kapálni, meg az életében nem csutakolta a lovát. Nem az ő dolga volt. Ő egy nagyon elismert, nagyon magas társadalmi rangnak számító katonai kaszt tagja volt, meg volt az az ember, aki helyette kapált, halászott, meg lecsutakolta a lovát, meg kiganyészte az istállót. Azt gondolom, hogy a végvárak java részében ez a luxus ez nem volt meg. Haditornászokkal és más hagyományőrzőkkel folytatva már ezzel kapcsolatban későbbre menő vitát, hogy hát ez mi hülyeség ez nálunk, ez a paraszti kultúrának és pásztor kultúrának a tudásanyagba és képzésanyagba való bevonása, mert hát ez egy zöldség, hát mikor kapált az a katona, meg mikor kaszált, hát én azt gondolom, hogy a végvárak nem api szinten, tehát nem hiszem, hogy ott így a kis sárral tapacskolt is végvárában 10 km a töröktől egy ilyen komplet személyzet állt még rendelkezésre, aki patkolt helyette, csizlán pucolt helyette,
istállót rágyázott helyette, lekaszált helyette, hanem így azt gondolom, hogy a magad uram a szolgál nincsen elven, amit megcsináltak, az megcsinál, amit nem csináltak, azt nem csináltak, meg kellett kaptuk sem. Így módon nyilvánvalóan ott sem értett mindegyik mindenhez, nyilván ott sem volt mindegyik egy önjelölt kovács és önjelölt gyerekkészítő, de hogy volt olyan közöttük, aki ki tudta javítani önjelget, ha kellett, volt olyan közöttük, aki meg tudta patkolni a lovat, és volt olyan, aki ki tudta köszönülni a kardot, ez egészen biztos, különben hát nem maradtak volna életben. Az meg egy elég erős motiváló tényező általában ilyen helyeken, tehát hirtelen rendkívül találékonyá válik az ember, és rájön egy csomó rejtett tudását, mint laphangod nem, és kitörni mindenkiből az ezermester, amikor az élete a tét. Hát én azt gondolom, hogy ezek a katonák is valahogy így tengedhették azokat a nagyon-nagyon keserves és nagyon kemény mindennapjaikat, és akkor azt mondom, hogy akkor mi sem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, aki magyar harcművészettel, magyar fegyverrel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy maga sem engedheti meg magának ezt a luxust, hogy az istálló kitrágyázását majd elvégzi a valaki, a nyerget majd kidisztítja a valaki, én meg majd fölülök a szakjával, aztán majd villogok, csillogok egy kicsit ott a mezőben, virágszám útjára, aztán elmegyek a kocsmába, jó berúgtatni, meg majd valaki lecsutakolja a lovamat. Hát, a Varantában nincs valaki, Varantában azt gondolom, hogy mindenkinek ezt magának kell megcsinálni, megtanulni, és olyan szinten önellátni, hogyha tényleg azt mondom, hogy egy képzelt szituációban, most kiraknám, visszarekülteni az időbe, és kiraknám egy ilyen végvárba, akkor az a tized az életben tudjon maradni, és rendben legyenek a dolga, és ne akkor találkoznak egy csomó olyan meglepetéssel, hogy azt meg, hogy úristen, ezt én még sosem csináltam, és azt sem tudom, hogy hogyan kezdjek hozzá. Innentől kezdve viszont, sajnos erre kettő darab óriási nagy hátránya lett ennek a dolognak. Az egyik óriási nagy hátránya az, hogy nem elég nekünk megtanulni a katonai fegyvereknek az alkalmazását, hanem bizony nagyon-nagyon sok pásztoreszköznek használatát, hát kőkeményen meg kell tanulnia mindenkinek, aki nálunk fegyverhez szeretne jutni. Meg kell tanulni, hogy kellő alázattal nyúljon utána a fegyverhez, meg kell tanulni, hogy kellő ügyességgel nyúljon utána a fegyverhez, és meg kell tanulnia, hát egyszerűen hozzátartozik. Hozzátartozik az életünkhöz, hozzátartozik az előbb életéhez is, akkor milyenki is hozzá kell, hogy tartozzon. Akár tetszik, akár nem. A másik óriási probléma viszont az vele, hogy ezek az ügyes emberek, mert akik túlélték, azok csak ügyesek voltak, az ügyetlenek azok ugye gyorsan kiszelektálódtak, hát nem nagyon írták ezt le, hiszen mindenki tudta, mindenkinek ott volt a kezébe. Sajnálatos módon, mi ezt rettenetesen hiányos, nagyon örülünk volna, hogy legalább egy-két ilyen grafomán ül minden egyes végvárban és folyamatosan jegyzetel és rajzol. Sajnálatos módon ez nálunk kimaradt, tehát azok a vívókönyvek, amikkel a német alföldi vívómesterek ellátták a világot, mivel az olasz vívómesterek ellátták a világot, ezek rettentő, hogy bátunkban nálunk sajnos nincsenek, nem léteznek. Ezt a tudást adták tovább, kézről kézre, szájról szájra, mindenki tudta, mindenki művelte, és éppen ezért senki nem érezte fontos, ezt nem tudták el gondolni, ezt kinek kéne egyáltalán leírni. Tehát ő is tudja, én is tudom, miért kéne ezt leírni. Ez sajnos nekünk most nagyon-nagyon hiányzik. Nagyon-nagyon sok fegyverünkről szinte semmi, vagy egyáltalán semmit nem tudunk. Ötleteink vannak, hogy hogyan lehetett ezt használni. Nem vagyok benne biztos, közel sem, hogy minden eszközünket helyesen, tényleg úgy használjuk, ahogy azt hajdan használhatták. Ezt megint azt mondom, hogy a Varanta fel kell, hogy tudja vállalja. Én ezt nem gondolom, hogy ettől a Varanta kevesebb vagy szegényebb, mint hogy állítanánk egy hamis képet, hogy valami készségszinten pontosan tudjuk, hogy hogyan kell a fokossal vívni. Gőzünk nincs, hogy hogyan kell a fokossal vívni. Nagy csodák nincsenek, tehát azért nagyjából azt tudjuk, hogy melyik végét kell használni. Nyilván sok más egyéb eszköznek a használata azért az sokat segít, de éppen ezért igazándiból nem tudjuk, hogy hogyan kell használni, és igazándiból bár egy rendkívül jó könyv, és nagyon-nagyon-nagyon sokszor olvastam ifjúkoromban, a tenkes kapitányában, ahogy le van írva, ekemáti és bugoljak a fokos párbajban, úgy nem lehet használni a fokost. Ezt fixen most mondom mindenkinek, azt nem lehet megcsinálni fokossal. Semmilyen fokossal, semmilyen módon. Nagyon jól hangzik, az írói fantázia, szenzációs szüleménye. Például azt most fontosat, hogy azt nem tudnánk megcsinálni fokossal, nem lehet. Tehát az akasztós, kipörgetős, szétakasztós, nem tudom, hogy nem lehet megcsinálni. Kizárt dolog. Viszont nagyon sok mindent meg nem tudunk, hogy de akkor mit lehet vele megcsinálni. Nagyon-nagyon sokan foglalkoznak ezzel, hála Istennek. Nagyon sok ember szánja rá az idejét, energiáját, mindenféle munkáját.
Számomra kicsit nagyzolósan ezt sokan gyakorlati régészetnek nevezték el, ezt egy kicsit erős fogalomnak tartom a magam részé, én nem merném magam gyakorlati régésznek nevezni, de ez legyen az én problémám, de tény is való, hogy nagyon sok mindent derítenek ki nekünk arról, hogy ezeket a fegyvereket egyáltalán hova lehet feltenni, hogyan lehet viselni, hogyan lehet benne mozogni, hogyan lehet alkalmazni, hogyan lehet használni. Igazándiból én azt mondom, hogy talán nem is biztos, hogy mindenre rá kell nekünk feltétlenül jönni, maradjon meg valami az utókornak is, de egy biztos, hogy igyekszünk a lehető legtöbb eszközzel, fegyverrel tényleg alaposan megismerkedni, jól megismerkedni, hogy ismerik annak a képességeit. Hogy ezt hogyan érjük el, ennek többféle módja van. Vannak olyan kötött, meghatározott, szabályozott dolgok, amit meg kell tanulnia mindenkinek. Meg kell tanulni minden barátságnak. Úgynevezett iskolagyakorlatok, sablon, feladatok, hasonlók, megint, hogyha azt mondom, hogy össze akarjuk hasonlítani, hasonlók a formagyakorlatokhoz. Meg kell mindenkinek az alapokat tanulni, meg kell tanulni azzal a fegyverrel ütni, azzal védekezni. Meg kell tanulni, hogy ez a fegyver mit tud, mi az erőssége, mi a gyengéje. Viszont nekünk van egy nagyon jó szórakozásunk, nagyon jó elfoglaltságunk. Remélem, hogy a legközelebbi adáson, ahol azt mondták, hogy nagyobb helyen még egy kis rögtönzött bemutatót is kell tartani, hogy valóban meg tudjuk mutatni. Nekünk a bemutatók összeállítása rendkívül hasznos gyakorlati tevékenység. Nem a show műsorról szól kizárólag, persze arról is nyilván látványosan csináljuk meg, élvezhetően csináljuk meg, hanem igazándiból ott következik el az nekünk, amit úgy hívunk, hogy harcelemzés, amikor valóban levizsgáztatjuk egyrészt a saját magunk tudását, másrészt levizsgáztatjuk azt az eszközt, azt a fegyvert, hogy valóban milyen képességet rejlenek abban az eszközben, hihetetlen sokat szoktunk belőle tanulni. Mire összeáll egy jó bemutatószám, egy nagyon sok elképzelésünkről bebizonyosodikra téves volt, azt a mozdulatot abból az irányból, abból a szögből, azzal az eszközzel nem lehet elvégezni, lassú, pontatlan, körülményes, nehézkes, nagyon jó ötletnek tűnt, így lelki szemeink előtt úgy megjelent, körülbelül, mint a tenkes kapitányában a fokos párbaj. Aztán kipróbáljuk a gyakorlatban, és nem működik, nem használható. Már nagyon-nagyon sok tapasztalatunk van arról a fegyverről. És akkor következik az ellenfelünk, aki mozog, védekezik, támad, rengeteg mindenre tanít meg minket, és rengeteg mindenre tanítja meg, megint azt az eszközt a kezünkben. Számos dologra ilyenkor ébred rá az ember. Nyilván ezt az elején mind tudták harci tapasztalatból, éles harci tapasztalatból, hiszen mondom, aki nem tudta, az nem jött vissza. Tehát nyilván ezt ők, ez számosra nem volt egy felfedezni való dolog. A mi számunkra ez maradt. Ez egyrészt egy óriási előny, egy felfedezetlen világ, egy nagy csatavilág, ahol beléphet az ember, más oldalról meg egy ilyen állandó kényszer, hogy jaj, de jó lenne, ha az lenne így, vagy jaj, de jó lenne, hogy azt csak ki tudnánk olvasni, és csak be kéne gyakorolni. Tehát egy ilyen előrehajtós ilyen állandó tudás vágyat hoz az emberben. És akkor, bár nem most kezdtem el, sőt, igazán most nyer értelmet annak, hogy amikor megtámadtak engem ezzel, hogy adjak egy címet az előadásnak. Beszéljek a barantáról, és adjak még egy címet. Hát akkor már egy picit úgy érzem, hogy fogom elkezdeni beszélni a barantáról, hát az a végtelen történet, de hogy még ennek címet is adja. És végül az egyik nagyon kedves fegyvertársamnak, 1000 éves barantás címborának, mai napig együtt edzünk egy csapatban, egy gondolatát loptam el, utolagos engedélyét ezúton kérem, nem szóltam neki, hogy azt mondtam, hogy a tanító és a tanulni vágyó magyar ember. És igazándiból azt mondom, hogy talán tényleg ez az, ami nagyon jól tudja jellemezni a barantát, hogy egy óriási tanulni vágyás ezen a speciális területen, különös területen keresztül, hiszen mi mindent a harcművészet szempontjából, a fegyverviselés és a fegyver alkalmazás szempontjából közelítünk meg, de ahogy az elején mondtam, számos más területre miatt rá kell keresünk, kutassunk, olvasunk, ismereteket kell felszedjünk, és igazán azt az egészet azért csináljuk, hogy legyen, hogy ezt fogunk leutánozza. Mert, mint mondottam volt, nem fogok Szabjáról honra indulni valószínűleg sehonnan, sehova. Az egész arról szól, hogy majd amikor a kisfiam is Szabját akar venni a kezébe, legalább neki ne a nulláról kelljen kezdeni, hanem már egy csomó dolgot meg tudjak neki mutatni. És akkor majd Kelemen Zsolt meg Kassai Lajos nyomán már rengeteg dolgot fog tudni a lovasi hiányzatról, rengeteg dolgot fog tudni a gyalogosi hiányzatról, rengeteg dolgot fog tudni azoktól, akik csak a másfélkezes kardot művelik. Nem a nulláról kell kezdeni, és reméljük, hogy ők csak megint csak hozzátesznek, és újra hozzátesznek ez a tudáshoz.
ez legalább annyira nagy képű összehasonlítás, mint a gyakorlati régészet. Úgyhogy gondolkozom is, hogy merjem ezt a hasonlatot felhozni, de egy kicsit azt mondom, hogy előrukkolok elő, egy kicsit azt mondom, hogy ez hasonló a táncház mozgalomhoz, csak ott legalább kész anyag volt. Ott tudták nagyjából, hogy mi az, amit be kell gyűjteni azért, hogy minél többen megismerjék, hogy minél többen elsajátítsák, és minél többen tovább tudják ezt adni. Hát nekünk még a készenlőnünk sincsen meg, de valahogy ugyanazon az elven, és bízom benne, hogy talán ugyanattól a készletéstől hajtva dolgozunk ezen, hogy ezeket a kicsi morzsákat összeszedjük, a saját morzsáinkat ebben a nagy közösbe beletegyük, egy műhely munka szerint, és ez az, amit mondtam, hogy itt van a gondolkodás szabadsága a garantában, hogy kell sőt kötelező belehozni ezeket a dolgokat. Mind azért, hogy ezt az egészet tényleg tovább tudjuk tanítani, tovább tudjuk örökíteni, hogy az utánunk következőknek már tényleg ne a nulláról kelljen elkezdeni, és remélhetőleg minél több és okosabb dolgot hozzanak ők is bele, és kutassanak tovább. Arra, hogy milyen más területekre kell nekünk kitekinteni, millió dolgot említhetnék. A egyszerű köznapi munkát már említettem volt, a lóval való foglalkozás, aki foglalkozott akárhoval, akár bármilyen állattal, tudja nagyon jól, hogy ismét kinyitunk egy óriási kaput és egy hatalmas világ áll mögötte, nagyon-nagyon sok mindent kell megtanulni és sok mindenhez kell érteni. De talán azt mondom, hogy bár máshol is így gondolkoznak, de ez talán a mi csapatunkra leginkább jellemző, hogy mi táncolunk a legtöbbet, meg a leginkább, meg a legaktívabban, hogy mi azt mondjuk, hogy egy óriási párhuzamot tudok vonni a tánc és a harc között. Még úgy is szoktam mondani, hogy talán a kettő ugyanaz, csak más a célja. Az egyik még pont nem bánni akarom azt, akivel táncolok. A harcban nyilván arról szólt, hogy bántani akarom azt, aki velem szemben táncol, de igazándiból ugyanarról szól. Ütem, távolság, egy valakivel együtt mozogni, sok valakivel együtt mozogni. Teret tartani, formát tartani, helyet megőrizni. Ugyanerről szól. Aki tudja, hogy hogy kell rendes bába magának helyet csinálni, az nagyjából tűnik, hogy a harcvezetésnek kell magának helyet csinálni, és egy kicsit drasztikusabb eszközökkel csinálja. Aki tudja, hogy hogyan kell kellő távolságban táncolni a partnerétől, az nagyon kiváló vívó és hosszú távolságot fog tudni tartani a mindenkorikor. Mert ugyanúgy, hogyha azt így kézre kapom azt a járnyit, lehet, hogy lassú, lehet, hogy gyors, lehet, hogy kicsit ilyen izgággal, lehet, hogy teljesen kimértem folyó van az ellenfélem miatt. Lehet, hogy így török, lehet, hogy nagyon medve, lehet, hogy kivár valamire. Mind arról szól, hogy kommunikáció nélkül fel kell tudjon venni egy másik embernek a fordulatát, a rezgés számát. Másik oldalról azt mondom, hogy aki egy legényesben nem tudja saját maga alól kiváltani a lábát, az igazán, amikor le fog csúszni a zenéről, kiesik az ütemből, de nem tudja megcsinálni a csapást. Aki ugyanezt a lábát akkor nem tudja kiváltani, amikor a másfél kezes kard abba az irányba tart, nagyon gyorsan tanul. Tehát valószínűleg még egyszer fogja otthagyni a lábát, és valószínűleg soha többet nem fogja otthagyni a lábát. Beszéljünk itt a gyakorló fegyvereinkről. Nyilván egy pár évtizeddel, évszázaddal ezelőtt azzal a lábával már többet nem lett volna gond. Tehát azt utána azt, amit alátettek volna, azt a Big Five-ból készültet, az ember azt nem kell mosni, nem viszkelt, lehet a mezitlátriót törni, de egy biztos, hogy sose többet nem felejtette volna ott a csapásnak az útjába. Tehát igazándiból éppen ezért mi elkezdjük rögtön a legelején tanítani a táncot is, a garantával egy ütemben, egy időben, mert azt mondjuk, hogy akinek nem szól az a zene benne ott a lelkében, annak nem fog szólni harc közben sem semmi a lelkében. Akinek nem szól semmi harc közben a lelkében, az nem harcos. Az vagy egy ilyen rohamdroid, vagy halott ember. Akkor, amikor az ember belemegy egy virtusba, egy küzdelembe, egy versenyen, egy vizsgán, hiszen itt azért nem élethalál harcról beszélünk, akkor megszólal oda benne a zene. Attól függ, milyen az énformám, attól függ, milyen az ellenfelem, hát majd attól fog függeni, hogy öves dübörög oda benne, vagy valami jó regényes szól, vagy esetleg már valamilyen Antonító Szépi négyest játszanak, meg tudom, hogy én nekem itt már csak győzni kell, de erről szól a dolog, hogy ennek a muzsikának, ennek a lüktetésnek, ennek a dübörgésnek bennek kell lenni az embernek, ugyanebben kell megtestesülnie, akkor, amikor harcol, és valahogy ugyanazt a szellemiséget is kell képviselje. Tehát ami a zenében, a táncban a magyar néplélek, akkor magyar eszközzel, magyar harcművészként, ugyanaz a néplélek legyen benne a motivációban, a mozdulatokban, a tudásban, mindenben, amit ezzel kapcsolatosan az ember megpróbál összeszedni és összegyűjteni.
Záró gondolatként, és utána nagyon szívesen válaszolok még kérdésekre, tehát hogyha bármi felmerült, vagy akár nem világos, két dolgot szeretnék még elmondani. Az egyik az az, hogy ez is egy támadás szokott lenni a barantával szemben, hogy mi annyira sok mindenhez akarunk érteni, hogy igazából végelemére semmihez sem értünk. Szokták volt ezt azok mondani, akik egyetlen egy fegyverre, egyetlen egy eszközre álltak rá, ők csak hiászkodnak, ők csak szabja vívnak, ők csak part vívnak, ők csak bármi más csinálnak. Azt mondják, hogy mi túl sok mindenhez akarunk érteni, és igazándiból emiatt nem fogunk érteni nagyjából semmihez. Egyik részről azt mondom, hogy igen, olyan mélységben, olyan tudással, olyan precizitással biztos, hogy nem fogunk rendelkezni, mint aki ugyanazt az időt egyetlen egy eszköznek a kutatására számja rá. Viszont a mi hadviselésünk sokáig azért nem tudtuk, hogy az a jó, egy idő után meg azért, mert ez volt a kényszer, arról szólt, hogy elég sok mindenhez kellett érteni. Ugyanúgy, ahogy nem voltak speciálisan ilyen említett katonai kazba tartozó katonáink, ugyanúgy nem voltak ennyire szigorúan, sokáig és sokszor, nem voltak ennyire szigorúan véve fegyvernemeink sem. Tehát igazándiból lehetett ott a végvállalatban azt mondani, hogy te a tüzér vagy, én meg vagyok a szabjás. Akkor, amikor ránk ütötték a falat, akkor szerintem teljesen mindegy volt, hogy kinek mit mondtak előtte, hogy te most a tüzér vagy, én meg a nem tudom, kardvívó mester. Akkor konkrétan a széklától a kocsikerékig mindent a kezébe vett az ember és küzdött az életéért. Tehát biztos, hogy sok mindenhez sokféleképpen kellett érteni. Biztos, hogy kellett érteni ahhoz, hogy hogyan kell gyalogvívni, hiszen sokszor talpon volt, de hogyha most megtámadták róla, akkor előtte szólt, hogy ne leszállni, hogy gyalogos szabjás vagyok, azt ez a lovas butaság, hogy most hagyjanak békén, mert azt csinálják a lovas szabjavívók, én gyalogos szabjavívó vagyok. Hát én azt gondolom, hogy azért így nem így van. Tény is való, hogy azok, akik valóban komolyan, nagyon sok munkát elefektetve dolgoznak a saját, nevezzük így szakterületükben, azokkal nem fogjuk tudni felvenni a versenyt. Nem is akarjuk felvenni a versenyt. Mi egy kicsit ezt az egész magyar embert, ezt a talán hajdan volt, talán lehet, hogy így sosem volt, csak egy kicsit nekünk is ez így a fantáziánkban. Én azért hiszem, hogy volt, magyar embert meg tudjuk elműteni, aki lovon és trapézon, gyalog szárazon és vizen, ugyanúgy meg tudta állni a helyét, bármilyen eszközzel meg tudta állni a helyét, utána tudott egy jó ízét táncolni, abban sem volt elveszve, és utána másnap, amikor meg kellett fogni a kasza meg a bűnőjét, akkor ettől sem kellett kétségbe essen. És amit még gonoszabbul szoktam ilyenkor mondani, amikor ezzel a gondolattal szokott valaki megtalálni, akkor arra szoktam volt mondani, hogy egy biztos, sosem fogunk úgy vízni, mint a vívók, sosem fogunk úgy lovasíjászkodni, mint a lovasíjászok, és sosem fogunk úgy táncolni, mint a magyar állami népi, de bármelyik lovasíjásznál jobban táncolunk, bármelyik néptáncosnál jobban vívunk, és bármelyik vívónál jobban lovasíjászkodunk. És mi erre borzasztóan büszkék vagyunk, hogy mi valahogy ezt az egész embert szeretnénk és próbálnánk összerakni. A másik, amit ezzel kapcsolatban szoktak mondani, hogy nem korszaki hagyományőrzést csinálunk, nem korhőrgnánk. Kifejezetten érkezett a felkérés, hogy fegyverkabátba érkezzek, minél többen tudnánk érkezni, akkor a fegyverkabátba érkezzenek. Az interneten rákeres bárki a garantásokra, nem ezt a fegyverkabátot fogja megtalálni, hanem egy bordó színű fegyverkabátot fog megtalálni. Igazándiból ez a saját csapatunknak a kabátja. Direkt azért hoztam el, mert a piros kabátot bárki bárhol megtalálhatja. Megnézhető, hogy hogy néz ki. Nincs jelentőség, hogy piros vagy zöld, hosszú vagy rövid. Nekünk pontosan a tánc miatt és a nyereg miatt van egész rövidre véve és magasra felsnitzelve. A bordó kabát, ami térdig ér, az nyerekbe jó, legényeshez már kevésbé. De igazándiból nem erről szól, hogy milyen színű meg milyen hosszú, hanem arról szól, hogy nem korszaki öltözet. Látszik rajta, hogy azért csak egy viselet, tehát látszik rajta, hogy ez nem egy formel csepé. Az is látszik még talán rajta, hogy azért egy hadi viselet, tehát nem igazán az a templomba járós, meg konfirmálós esküvős, tehát annál azért egy kicsit egyszerű, de egy biztos, hogy nem korszaki. Pontosan azért nem korszaki, mert a baranta sem korszaki hagyományőrzés. Vannak, akik adott korszakot szeretnek, vonzódnak hozzá, éppen ezért az utolsó szögig teljes korhű felszerelésben, korhű fegyverzettel, korhű anyagokból készült korhű fegyverzettel rendelkeznek. Nehogy Isten, még van olyan, a gyártási technológiáját is valóban, tehát kikovácsolják, és nem arról szól, hogy odaadják a havernak, hogy a gépen itt réseljen már ki. Tehát van, aki tényleg ad erre, és minden tiszteletem az övékén. Ők egy korszaki hagyományőrzők,
rendkívül sok időt, energiát és pénzt ölnek abba bele, hogy valóban, amikor valaki őket végignézi, meg amikor ő elkezd beszélni a saját felszereléséről, akkor a legutolsó gombig, csatlik, kardig tényleg minden eredetivel azonos, ahhoz hasonló legyen, és ezzel hát mint egy élő múzeum. Tényleg tanítson, mutassa meg, tudja az a szerencsétlen gyerek már végre elképzelni, akinek már 74-szer tanították, hogy hogyan nyilasztunk mi hátra fel a nyerekből, de még az életre soha senki be nem neki egy íjat az iskolába, és meg nem mutatta, hogy egyébként ezzel. És ezt mondjuk hogy kell megfogni. Tehát azt mondom, hogy ezek a korszaki hagyományőrzők óriási segítség és rendkívül sok munka, rendkívül sok tanítás. Mi nem ebben az irányban és nem ebben a szellemiségben csináljuk mindezt, amit csinálunk. Éppen ezért ezt tükröződik vissza a ruházatunkban, a felszerelésünkben, és mindabban, amit megtanulunk. Ha ránézek a balantának a hivatalos definíciók, azt mondják, hogy a 9-19. század. Hát az azért borzasztó sok időtől el fel. Egy kicsit azt is gondolom, hogy lehetetlen. De valójában ez arról szól, hogy nagyon másképp viselkedik a kezemben egy hadfoglaláskori szabja, amit eleve nyerekbe készítettek. Lovasfegyver volt, nem gyalogsági fegyver. És jelentősen másképp viselkedik a kezembe egy dögnehéz 1848-as huszár tiszti szabja, vagy akár egy pallos. Egészen más típusú fegyver, más célra készül, másfajta ellenfél ellen készül, nekem egészen más kell megtanulni. Nem szabja és szabja, ez is vágjuk, az is vágjuk. Hát olyan különbség van köztem, mint mondjuk nem tudom, a gépkocsi és a traktor között. Tehát négy kereke van, meg motor hajtja, de aki vezetett már ilyet is, meg olyat is, az azért tudja, hogy azért nem egészen olyan. Igen, aki tud gépkocsit vezetni, el fog boldogulni a traktorral is. Igen, aki tud írni egy honfoglaláskori szabjával, óriás meglepetések nem fogják érni, csak úgy kicsi. És abban a pillanatban, hogy ezt így versenykörülmények között tapasztalja meg ezeket a kicsi meglepetéseket, hirtelen azt fogja érezni, hogy eddig még soha senki nem verte meg, most a 16. vágást kapja be olyan helyekre, amit egyébként általában kiszoktak tudni védeni. De már nem úgy viselkedik a kezében az az eszköz, ahogyan kell. És végezetül, ha most itt sokszor megemlítettem, hogy verseny megvizsga, amire szintén azért szoktam ezt így megemlíteni, mert nagyon-nagyon büszkék vagyunk így garantásként, hogy a vizsgarendszerünk, a versenyrendszerről azt említést tettem, hogy nagyjából milyen gondolatvilág köré épül. A vizsgarendszerünk szintén azt gondolom, hogy egyedülállóként, legalábbis bízom benne, hogy egyedülállóként úgy épül fel, hogy fokozataikat, 10 fokozat van, állatokról neveztük el, állatok viselik ezeknek a fokozatoknak a nevét, és minden állatnak az adott fokozaton van egy előnyös, hátrányos tulajdonság. Sok keleti távolkeleti küzdősport és egyéb harcművészet felvállal és elmondja, hogy bizonyos tudásszint alatt még nagyon komoly hiányosságokkal rendelkezik az adott harcművész, és bizonyos tudása még messze nem teljes. Azt gondolom, hogy talán ennyire nyíltan senki nem szokta saját magát lealázni, mint ahogy mi ezt megteszünk ebben a fokozatrendszerben, hogy bizony minden fokozatnak van egy nagyon-nagyon komoly hátulütője, egy hátránya, egy negatív tulajdonsága, amire mindig nagyon oda kell figyelni annak, aki az adott fokozatban van, aki abban az adott fokozatban tartózkodik, és tudomásra kell lenni arról, hogy mi az ő legnagyobb hiányossága, mi az ő legnagyobb hátránya. 10. fokozatban senki, 9. senki, tehát nem úgy nézett, hogy jött aktívus alapítómester, adományozott 9,5 dan magának, és azt mondta, hogy na itt lehet felzárkózni, uraim. És a stílus alapítón kívül a jelenleg legmagasabb fokozat, nem tudom, 6 dan vagy 7 dan. Most csak így cégjárnyosan például felmetett rá, hogy nem olyan konkrét harcművészetet említve. Hát a garant az nem így működött, mindenki így kezdte az 1-től. Jelenleg a legmagasabb fokozat az 7-es. Ennél magasabbra még egy nyelvő senki nem tudott felküzdködni. És ami szintén a mi saját vizsgarendünknek egy, azt gondolom, hogy nagyon fontos szemléletbeli pontja, van egy alsó és egy felső keret számunk. Az alsó keret szám, ami alatt nem lehet jelentkezni a magasabb fokozatú vizsgára, nem. Akkor sem a fizikailag egyébként meg tudnánk csinálni, a technikailag egyébként meg tudnánk csinálni, szellemileg érjen el oda, hogy majd ezt a fokozatot tényleg megérdemelje. Nem csupán a 200 fekvő támaszó és 5000 méterről szól az a fokozat, sok minden másról is szól az a fokozat. Sok olyan tudásra, amit nem mérünk meg a vizsgán, de addigra már tudni kell. Fél év alatt nem fogja tudni nekem azt a 10-12 táncrendet, amit majd 3-4 év után, ha szorgalmasan tanít, akkor fogja tudni.
meg nem fog tudni muzsikálni, meg nem fog tudni annyi dalt, amennyit szerintünk kéne tudni, meg nem olvasok még annyit, amennyit szerintünk kéne olvasni, így megadjuk a kellő időt ahhoz, hogy legyen idő felkészülni a magasokhoz az a való lépéshez, és van egy felső keret száma, amin belül legalább az adott fokozatot meg kell ismételni, vagy magasabb fokozatra kell jelentkezni, ellenkező esetben egy elejét találja magát az illető. Tehát nálunk sajnos nincsen az borítékolva, hogyha ma elkezdem ezt a harcművészetet, akkor 9 év, 6 hónap és 4 hét múlva lesz meg a feketeőben, ha minden vizsgát eredményesen teljesítek, hanem elképzelhető, hogy 4 év múlva 4 fokozattal följebb, 5 év múlva 3-mal lejjebb találom magam, mint ahonnan egyébként felindultam volna. Tehát nálunk sajnálatos módon nincs belekényelmesedés a fokozatba, hanem bizony, az előadás címe is szól, a tanító és a tanulni vágyó magyar embereket várjuk ide, akik bizony felvállalják azt, hogy sokáig, sokat és keményen tanulnak, és arról időről időre számot adnak. Ha meg ez nem jön össze, akkor elveselik azt, hogy az addig megszerzett eredményeket most időig félretesszük, és bizony újra és újra neki kell futni a magasabb fokozatnak, mert akkor ő ott, abban az időben nem bizonyult érdemesnek arra, hogy ezt a fokozatot viselje. Ez egyébként meg kell mondjam, hál' Istennek soha senkinek működik problémát nem okozott, tehát azt gondolom, hogy ezt a rendszert ilyen sikeresen lehet alkalmazni, senki ezzel ellen kifogást még soha nem emelt, ezzel mindenki teljes mértékben mindig egyetértett, és ezt szerint igyekszik és iparkodik előre, ha előre akar jutni. Hát így, majdnem úgy dióhéjban, annál egy kicsit nagyobb dió volt ez. Ezt gondoltam nagyon gyorsan összekeredézni. Remélem érthető volt, remélem adtam egy kis rálátást arra, hogy miről is szól ez az egész, mi az értelme és célja ennek az egésznek, és akkor ha valakinek valami kérdés van, akkor azt mondom. Elnézést, a ostobaságot kérdezem, lovuk van? Hát van, akinek saját lova van, azok a szerencsések, aztán vannak olyan csapatok, ahol a csapat rendelkezik egy-két lovval, és vannak azok a nagyon szerencsés és nagyon dolgos embereknek, nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, akik egymaguk sok lovat birtokolnak, és ők általában hozzájuttatják azokat a srácokat lovaglási lehetőséghez, lovas tanuláshoz, akiknek mondjuk ott van, ez így nem adatik meg. Hát ez ilyen csapata válogatja, jellemzően, illetve nem jellemzően, összességében teljes mértékben non-profit a dolog, tehát minden csapat kizárólag a terembérletért szed tagdíjat, tehát itt nálunk nincs hivatásos edző. Nem létezik olyan hivatásos parancsedző, és ez a másik, ami megint nagyon fontos szemben, sokszor merült ez fel ez a kérdés ugyanis, hogy adjunk professzionális edzőt, tehát tényleg napi 24 órában, és nem egy csapatot edz, vagy kettőt, hanem 5-6, 8, 10, mert reggel 6-tól este 10-ig tolja az edzéseket, mennyire hatékony lenne? Hatékony lenne, nagyon sokat lehetne tanítani, nagyon-nagyon sok embert lehetne ez a tudáshoz hozzájutatni, sokkal többet, mint most, kevésbé lenne hiteles. Ha én azt várom attól, aki hozzám jár, hogy ezt életvitelszerűen csinálja, építse bele a néptáncot, a lovaglást, a barantát, az íjánszatot, a kapálást, kaszálást, építse bele az életébe, a munkája, a családja, meg a minden mellett, akkor ezt nem biztos, hogy volna jó úgy elvárni, hogy én így egyébként meg semmi más nem csinálok, csak ezt és ebből élek. Úgyhogy végeredményben, hála jó Istennek, nincsen hivatásos baranta edzőm a Magyarországon, nincs olyan, aki ebből életvitelszerűen tudna és akarna élni. Mindenki leteszi a kötelességét a úgymond közfelé is, munkában, családban, egyébben, és kizárólag a terembérletre gyűjtünk, hát ez ilyen terme válogatja, illetőleg annyi még, hogy a felszerelések egy része ebből szokott kikerülni. Az én csapatomról azt mondom, hogy jelenleg 2.000 forint volt ezt meg tudom oldani. Nem tudom, ki vásárolt utoljára esetleg fitness belépőt, hogy 3500 volt, vagy 3650, nálunk 3000, tehát ez arról szól, hogy a termet ki tudjuk fizetni, némi nem, hogy nyilvesszőt össze tudjunk szedni, veszőfogot össze tudjunk szedni, illetőleg, ami még fontos, maga a forint kérdés mellett, vagy helyett talán, hogy ez úgy működik nálunk, hogy ha valaki egy valahol csapattag, egy valahol fizet, az ott edz, ahol éppen éri az edzés időt. Tehát ha valaki éppen vidéken van,
Kárpát-medencében, Felvidéken, Erdélyben, ahol szintén működnek baranta csapatok délvidéken, akkor ez úgy működik, hogy csak felteszi a kezét, hogy én annak a csapatnak, ők egyébként a tagja, és ez is ilyen, hogy nem egy műhelyszerűen, vagy egy karátszerűen működik, hogy tényleg bárhol beesett az ember, és akkor ha munkája, az iskolája, bármi elszólítja 150 km-re, és szerencsére van ott is van baranta csapat, akkor nyugodtan be tudod járni edzésre. Szeretném megerletlődni, hogy mit tetszik tudni a osztódással szaporodni a Bukics nagy úr és a bíró Zsolt, ugye? Mert tartják a két helyszínes kurultáj találkozót? Ezt meg őszintén nem tudom. Mert nem tudunk semmi, sötétbe vagyunk. Rendszeresen jártunk Pöztörpusztánra, és egyszer csak elvitték távolra Bogaszra. Aztán mikor már kimaradtunk vele, az hát a Böztör is meg volt tartva, miért nem mentetek oda? Hát most akkor te egy kisebb oda. Információk kellene. Hát, hogy ez most idén, hogy lesz, azt nem tudom. Tavaly évben is úgy volt, hogy Kurultáj Kukacon volt, a Magyarországon gyűlése pedig Pöztörpusztánból, de nem tudom, hogy ez idén is így van, ezért nem akarom azt mondani, hogy biztos így van, ezt nem megmondom, őszintén nem tudom. Ez a Kurultáj két éve. Idén nem lesz szerintem, ha így számoltam ki. Eddig így volt, hát most ezután. Hát most nem biztos, csak azt mondom, hogy eddig az volt a gyakorlat, hogy Kurultáj minden második évben van, és a Magyarok országos gyűlése pedig minden évben. Értem, hogy van mint a kérdés. Ahogy az volt a kérdés, hogy mi táncosok vannak-e, vagy hogy az külön lehet-e gyakorolni. Ez úgy néz ki, hogy mi táncolunk az edzés keretein belül is. Egyrészt szórakozásból, másrészt gyakorlásból, viszont tanulni is járunk néptánc csoportokhoz, akik viszont csak néptáncolnak oda, mi úgymond néptáncosként megyünk mi is tanulóként, és akkor tanulunk még így mellette külön is, de egyébként igen az edzéseinken is van rendszeres táncgyakorlás. Megkérdezném, hogy most jöttél Magyarországon, hányan viszont ezt a fajta adott? Hát mivel ugye ez egy kötetlen rendszere, éppen ezért pontos számot nem fog, tehát úgy mondom, hogy nincs számozott tagkönyv, meg egyéb ilyesmi egyenlőre. Én azt mondom, hogy százas nagyságrend, aki tényleg valóban aktív és rendszeres, és mondjuk évek óta is csinálja, tehát nem olyan, hogy ilyen leténfereg, aztán három hónap múlva nem látjuk. Én azt gondolom, hogy szerintem most a Kárpát-medence szinten egy olyan 5-600 ember az, aki ezt évek óta is rendszeresen csinálja. Mindenkinek 1000 kell, és na most itt kapcsolja még egy, hogy felmerültél veletek, hogy ebből kinek egy iskolát csinálják, hogy ennek van egy ilyen szellemi háttere, plusz egy kultúrális háttere. Tudom, hogy minden a anyagiakon meg egy dolgokon múlik, de nem volna is sovasság. Önálló iskola. Hogy a féle levente iskola. És vannak a... Mint a Shaol. Shaolin. A mi apámban gondolunk. Én már ügyelek, hogy félelmet kell. Önálló iskolában én eddig megmondom őszintén, hogy nem törtük hivatalosan a fejünket. Igazából nem is talán ezekkel a gondolat, amit említettek, hanem igazából talán pont ezzel az életmódszerűségével lenne a gond meg a probléma. Tehát azt mondom, hogy mi azért azt ugyanúgy elvárjuk, hogy igen, mindenki szolgálja le így a közirányába is azt, amit le kell szolgálni, és nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy most kivonulunk egy ilyen, nem tudom, völgybe, felcsapunk a 10 jótát, eldobáljuk a mobiltelefonjainkat, és azt mondjuk, hogy mostantól mindenki azt csinál, amit akar, mi köszönjük szépen, nagyon harmonikusan és jól el vagyunk. Tehát ebből a szempontból nem. Van több olyan iskola, ahol egyébként tantárként, meg testnevelés mellett és helyett. Tehát van, ahol egyértelműen csak ez van, nincs testnevelés, van, ahol a testnevelés mellett van, illetve hál' Istennek egyre több iskolában ilyen, hogy ezt ilyen fakultációtárként jelenik meg az, hogy ez is hozzátartozik a... Ez az első számú célunk vele. Mennyi időtől várják a fiatalokat? Vannak gyerekcsapatok is, tehát ahova ilyen 4-5-6 éves gyerekek már nyugodtan tudnak menni. Nyilván elsősorban játszós feladatok, elfoglaltságok vannak, tehát tényleg tanulják az alapokat, és mintáznak is, és pontbirtóznak, és egyéb olyan dolgot csinálják, tehát nyilván ők nem azt a fajta újiskolát kell sajtolják, mint amit a nagyobbak. Az úgymond felnőtt csapatokban függ egy kicsit ugyan átermettségtől is, de azt mondom, hogy olyan
11-12 éves gyerekek már nincsenek elveszve, tehát ők már nyugodtan megtalálják a számításokat, nem érzik magukat ott ilyen kis kicsinek, mert számkivetetnek. Tehát őket már általában a felnőtt csapatokba szoktam delegálni, nem a gyerek csapatokhoz. Köszönjük szépen, még egy utolsó. Mennyire tértek attól, ami a, úgymond a keleti harcművészetnek most a halálnak jelenti, ez a vizsgarendszer szerint besorolás, vagy mi az elvendelő besorolás? Igazából én azt mondom, hogy a veszélye mindenképpen fennáll ennek a dolognak, ez végül is azt mondom, hogy azokon múlik, akik csinálják, tehát egyértelműen azokon múlik, akik csinálják. Az elmúlt évek tapasztalatai, tehát pont ebből a tágtérből, tehát hogy egyrészt azért nem olyan régi a garant, hogy ne alakuljon, formálódjon még a mai napig, illetve amit mondtam, hogy azért mindenkinek megvan az a lehetőség, hogy belevigye egy kicsit a saját gondolatait. Az elmúlt évek hál' Istennek ezeket elég rendesen kirostálták. Tehát úgy tűnik, hogy a többség, aki valóban tényleg ezt a szellemiséget magáévá tudja tenni, az ezt nem, valahogy nem tűni meg. Nem tűni meg hova, mert kirostálódik. Tehát eddig legalábbis szerencsésen azt mondom, hogy leszelektálódtak ezek a... Akkor úgy gondolom, hogy sikerült elkerülni ezt a nyugati asodást. Egyenlőre igen, mert megmondom őszintén, nincs is az a fajta, hál' Istennek, nincs is az a fajta keresleti szemléletű igényre. Tehát ez tényleg egyfajta olyan belső motivációt kell, hogy jelentsen, aki ezt tényleg akarja csinálni, mert nincsen meg, az inkább elmegy. Tehát nem próbálja meg a maga szájízére formálni ezt a dolgot, mert egyszerűen azt érzi, hogy hát ez van olyan világ, ami nem neki való. Köszönjük szépen!